Ezután Beatrix nap mint nap hatalmas kupac sárga dossziéval az ölében állított be hozzám. Ilyenkor széles mosoly kíséretében csak annyit mondott: Beindult az üzlet. A dossziékban félresiklott életek lapultak. Színésznői álmokat dédelgető fruskák, akik nem kellettek egy rendezőnek sem. Számítógép fölé görnyedők, akik arról álmodoztak, hogy a kéziratuk nem a fiók mélyén végzi, hanem milliók fejében. Egy adagnyi glória minden egyes aktában egy adagnyi én. Két focisták, akik nem bírták elviselni, hogy soha nem lesznek világsztárok. Tizenéves kancsal lányok, akikből sosem lett két mosz, bármennyire is vágytak rá. Házilag készített YouTube videók gazdái, akikre senki sem kattint. Cserép hangú fiatal srácok és lányok, akik tizedszeresen mentek át a tehetségkutatók első rostáján. Soha nem leszek híres fóbiások, akik képtelenek voltak elviselni, hogy nem ők vannak a középpontban. Hogy nincsenek vakuk, amik elvakítják őket. Nincsen vörös szőnyeg, amint bemutathatják az évekig tanult mosolyukat. Nincsenek reklámszerződések, sem a begyakorolt aláírásokért örre menők tömege. Nincsenek újságírók, akik a szemetükben kutatnak. Nincsenek a múltjukból előrángatott kínos titkok. Beatrix finoman a fülem mögé igazította a szemembe lógó hajtincseket, és azt mondta, kutya kötelességünk segíteni nekik, Viktor. És mi segítettünk is. Ha készek voltak eldobni a régi életüket, mi megajándékoztuk őket egy újjal.